egy nyugati turista számára ez nyilván egy fatális meglepetés. Kis-Ázsia, még a Balkánon is túlcsapó lehellete, pedig nem, mert Pécsett áll, az az egyetlen olyan Magyarországon lévő török műemlék, egy dzsámi, a Jakováli Hasszán dzsámi, amihez még minaret is, működő minaret is tartozik. A dzsámi 1630-ban épült, alig 50 évvel korábban, mint ahogy Pécset a császáriak és a magyarok visszafoglalták. Egyébként az akkori várkapitány Jakováli Hasszán pasa kegyelméből, vagy ahogy akkor mondták, alapítványából. A dzsámi szerencsésen kicsi volt ahhoz, hogy az új urak a török kiűzése után ne érezzenek heves vágyat a lerombolásához. Igaz, a hozzátartozó dervis kolostor és iskola az ostromban elpusztult. Ma a kórház áll a helyén. Jakováli Hasszán egyébként kanizsai pasa is volt, majd boszniai beglerbég lett belőle. Előneve a Koszovóban található Gyakova, Jakova városára utal, amiből kettő is létezett, így a pasa feltehetően onnan, vagy esetleg a Pécstől nem messze lévő horvátországi Gyakovo városából származott, de mindenképpen délről, a Balkánról. Pécshez egyébként a nagyszülei kötötték, apai nagyapja Memi pasa volt, aki itt fürdőt és dzsámit építetett a közelben. A korabeli török tartományvezető Jakováli Hasszán pasa egy kisebb vallási negyedet, úgynevezett külliét alapított Pécsen, a középkori városfalon kívül. Ehhez tartozott a dzsámi és egy kolostor, a mevlevi dervisek kolostora, továbbá egy vallási iskola is, egy medresze, és egy ingyenes konyha, ahol az utazóknak és a szegényeknek főztek. Egy film bemutatja a derviseket és a dervis táncot is, majd jön a tükörszoba, ahol át is élhetjük esetleg ennek a forgásnak, törökül szémánnak az élményét, ami valahogy így néz ki. Természetesen nekem nincs olyan szép szoknyám és mozgásom, mint a derviseknek. És egy másik török szó, a tekke, ami kolostort jelent, és nem véletlenül ismerős ez itt Pécsen a tettyével kapcsolatban, ugyanis fönn a domboldalban is állt a sok pécsi mecset, kolostor közül az egyik. A dzsámi északi oldalához hozzáépült a kórház épülete. A törökkori emlékek a 60-as, 70-es években végzett feltárások nyomán kerültek elő, többek között a dervis kolostor falainak nyomvonala. A kiállított oszlopok viszont a Széchenyi téri Gázi Kászim pasa dzsámiából kerültek elő. Ezután egy átjáróval érünk át a dzsámi belső teréhez, de először is itt kendőket láthatunk, különböző keleti kendőket, ami a híres utazó Evliya Csehlebi leírása ihletett. Ő leírta, hogy a hódoltságkori Pécs városának piacán a kelet összes szövete, például a kendők is kaphatóak voltak, törökül ez volt a Karálnik Csárszi. Ez egy török szokások szerint deszkákkal árnyékolt, lefedett, zegzugos teret, aféle bazár imitációt jelentett, ahol az árusok a boltok előtt ülve kínálták a portékáikat. A szó szerint sötét piac, mert törökül ezt jelentette a Karálnik Csárszi, valahol az egykori Pécs keleten lévő budai kapuja és a mai Széchenyi tér közötti területe húzódott. A kelméken kívül persze nyilván árultak mindent, sőt volt itt kávé is, aminek szintén oszmán gyökerei vannak nálunk. Vissza a dzsámihoz, valaha körülötte temető volt, aminek a sírköveit a 19. század elején a jezsuiták a közeli építkezéseikhez hordtak el, de azért most itt a udvar rézsűjében még azért láthatunk néhány török fejfát, sírkövet. 1702 és 1732 között Neszerode Ferenc pécsi püspök a török dzsámit kápolnával alakítatta át, a minaretet is harangtoronyként használták. Ekkor a kórház alapozásakor bontották el az előcsarnokot, mert a dzsáminak előtere is volt, ez volt az Al-Jemaet, a gyülekezés helyszíne. A kórház pedig Pécs első közkórháza volt, és az ország első épített kőkórháza is, pestis kórházként, és közvetlenül ráépült a dzsámi északnyugati falára.
Jakovári Hasszán alakja megjelenik két többé-kevésbé kortársnak mondható regényben is. Az egyik 2009-ben jelent meg, és Horváth Viktor Pécsről szóló, a törökkori Pécsről szóló regényében ő a város főépítészének a tanítványa, a másik pedig egy egészen friss kötet, Péntek Orsolya, a Vénusz jegyében című kötetének a főszereplője, maga a Pécs a törökkorral együtt. Jakovári Hasszán dzsámija hagyományos török templom. A centrális alaprajznak megfelelően tömege egyszerű, négyzet alapú belső tere, ami cseppkőszerűen fokozatosan átmegy az enyhén ívelő kupolába. Mint látható, a dzsámikban is központi helyen áll a korántartó és a mihráb, az a fülke, ami a mekkai irányt jelzi. Az imám ezelőtt állva vezeti az ima szertartást, jobbra pedig a mimber nevű szószék. A dzsámiban végzendő imát a férfiak középen, sorban, a nők pedig elkülönítve itt a mögöttem lévő karzaton belül végezték el. Egyébként ez az elhelyezkedés, ez sokba hasonlít a zsinagógákéra, ez a különválasztás különösen, ugyanis az iszlám különösen sok elemet vett át a zsidó vallásból. Mohamed proféta például első felindulásában, hogy tanításainak a zsidókat is megnyerje, olyan újításokat vezetett be, mint a mózesi szokásoknak megfelelő közös déli ima, vagy az ima mozgás, amit mindenképpen Jeruzsálem felé fordított arccal kellett végezni. De a zsidók nem követték, ezért rendelkezéseit is megváltoztatta. Az új irány Mekka lett, és minden mohamedán templomot ezután ebbe az irányba kellett tájolni. Ez a Jakovári Hasszán dzsámiban Mohács felé van nagyjából. A minaretbe most elvileg itt nem lehet bemenni, mi azért bejöttünk az elejére, de az egri tapasztalataink alapján inkább nem mentünk fel a tetejére, mert itt egyszerre a sétáló ember és egy kamera az nem fér el. A dzsámi jelenleg kizárólag múzeumként működik már, mert korábban péntek az imanap is volt, de 2023 óta a Pécsen élő muszlimok egy Al-Fundán nevű átalakított épületben, Al-Fundán mecsetben imádkoznak.